már 49-ben az Iparművészeti Főiskolán megismertem, mint tanárt. Hát ő volt a főiskolának a körülrajongott tanára, mert egy olyan nyugati légkört hozott be, és olyan művészetet tükrözött, ami az akkori 49-50-es időszakban egy teljesen új dolog volt. Ma is nagyon sok most még élő művész, kerámikus, a mesterének vallja Borsos Miklóst. Minden egyes alkotást nem láthatunk, ám ide belépve az az első benyomásunk, hogy a mindenséget mégis jobban látjuk, ha a Borsos Miklós műveit szemléljük. Erre a szemléletre ő szelíd és szép formáival invitál, nem akar ránk tukmálni semmit, nem kérkedik, nem maga kellető, és ha még zene szeretetét is ide vesszük, nem harsánkodik, evangéliumi egyszerűséggel nem kiált és nem lármáz, hanem csak hív, invitál. Ülj mellém, és nézzük együtt a vizeket, a hegyeket, az alakokat, az arcokat, a sorsokat, nézzük együtt. Tisztelte az embert, és tisztelte a természetet, fantasztikusan szerette a zenét, és nagyon értette is. Mindig mondta, hogy hát ő annyira nem tud hegedülni, de ő nem azt hallja, amit ő játszik, hanem amit játszania kell. És talán ettől is volt az, hogy olyan megbocsájtóan, olyan nagy szeretettel hallgatta az én első próbálkozásaimat a hárfával. Még muzsikáltunk is együtt, ő preklasszikus zenéket szerette igazán, azt játszott, Vivaldi volt a kedvence. Szobrokat ismerünk, köztéri szobrokat, bemegyünk egy-egy otthon, ott van a falon a borsosként. Nekem most, ami pluszt adott, a személyes kapcsolatokból fakadó kis írások, tárgyak, az a sok személyes odafigyelés egymásra, amelyeket ezekben a tárgyakban, vagy kis rövid írásokban, egy képes lapban láttam, egy levélben, folyton alkotó, egy ilyen markáns személyiség, aki meg nem állt, aki ha leült és lecsöpögött a gyertya az asztalon, akkor megfogta azt a puha gyertyát, és abból is alkotott. Ezt a kiállításba próbáltuk visszaadni, tehát hogy minden zegzugot megtöltöttünk az alkotásaival. Egy-egy témát sokszor megrajzolt. Nagyon sok olyan tárgy van itt, vagy műalkotás, ami előfordul rajzba, szoborba, részdomborításba, részkarcba. Tehát amit szeretett körbejárni, és látszólag nem változik, de mégis mindegyik egy picit más. Csodálatos ember volt, egy igazi reneszánsz ember, tehát nem csak szobrász volt, hanem író is, meg gondolkodó, filozófus. El kell olvasni az írásait, tehát minden mondat egy gyöngyszem, egy igazság. Leírta egyszer, hogy az ember elindul témát keresni, fél világot körbejárja, és mikor hazatér, a kapu előtt találja meg az igazi témát. Az igazi nagy dolgok nem mindig a távolban vannak, nem mindig az ünnepnapokban, hanem a mindennapokban.